A Róka, a Medve és a Szegény Ember című mesét hallhatják Kovács Erzsébet előadásában. A Róka, a Medve és a Szegény Ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével elindult a földjére szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe, megnézi. Vajon mi lehet az? Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal. Na, még ilyet se láttam életembe, mondja a szegény ember, s olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkadt. Ennyi veszett horta embere, hogy mersz-e rajtam kacagni? Kiválott rá a medve. No, ezért meglakolsz. Tehenestül együtt megeszlek. Szegény ember bezzeg most már nem kacagott. Nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg, vagy ha már csak ugyan meg kell tenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét, szegény ház népe, hogy ne maradjon kenyér nélkül. No hát, estig nem bántalak, de akkor megeszlek. Avval a medve elment a dolgára, szegény ember pedig búsan szántogatott, s akármennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni a medvét. Délfelé oda vetődött egy róka, észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tőle, mi baja, talán segíthetne rajta. Szegény ember elmondta, hogy járt a medvével. Ha csak ennyi a baj, na azon könnyen tudunk segíteni. Kutya bajod se lesz, de mit fizetsz, ha megsegítelek? Szegény ember nem tudta, mit ígérjen, mert nem igen volt mibű, s a róka is sokat kért. Végre 9 tyúkba s egy kakasba egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény embert, de nem tudta, hogy honnan teremti elő, de mégis megígérte. No, most már szegény ember, hallgass rám! Mikor a medve este felé idejő, én megbúvok a bokorba, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg ne mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abba a zsákba? Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elhinni, s azt mondom, vágd abba a csúcsba a fejszédet. Te fejszéd fogsz, úgy vágod fejébe a fejszédet, hogy a medve mindjárt szörnyet hal. Szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta, a medve pórulját, s a szegény ember megszabadult tehenestül. Nem mondtam, hogy így lesz, mondta a róka. Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet ésszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek. Holnap elmegyek hozzád a 9 tyúkért és a kakasért. Jó kövérek legyenek. Otthon légy, mert különben megkeserülöd. Szegény ember szekerére vetette a medvét. Vígan tért haza. Otthon jó vacsorát csapott, jól aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, s kérte a 9 tyúkot és az egy kakast. Mindjárt, komám, mindjárt csak felöltözöm, mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállt a ház közepén, s elkezdett csaholni, mint a kutyák. Te szegény ember! Mit tesz úgy? Talán csak kopó?
Bizony, komám, kopó az, mégpedig két kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek ide. Megérezték a szagodat, ki akarnak rohanni, alig tudom már tartani őket. Csak addig tartsd, amíg elfutok, nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk és a kakas is. Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungon berken. Nagyot kacagott rajta, s még talán most is kacag, ha meg nem halt. Második kisterek térségének, téli teremre durog a bajnokságának, hetedik fordulójának gól összefoglalóját láthatják a következőkben.
Fehérvárra nyomod a több csoportja karácsony alkalmából műsorra készült. Ennek a harmadik részét tekinthetik meg a következőkben. Thank you.
Kis mindenki,
A szivárvány óvoda egészség hetének pillanatait tekinthetik meg a következőkben.
kisfajta segíten egészségét van. Tegnap előtt, meg hétfőn is mindenki valamilyen eseményen volt, aki úszott a nagyobbak, a kisebbek hétfőn ugye elmentek kirándulni, valamelyik játszótére. Kedden Attila bácsival lehetett sportolni, tegnap, mert mentünk teremről, mindenütt volt egy érdekesség, amit lehetett játszani. Most meg mindenki csoport készített valami finomságot, azt kihozták ide, és most ezekből lehet válogatni. Javaslom, hogy mindenki minél több mindent kóstoljon meg, mert minden biztos nagyon finom, és minden csoport nagyon-nagyon nagy szeretettel készítette, úgyhogy legyetek szívesek majd megkóstolgatni.